Jó napot kívánunk, tisztelettel köszöntünk mindenkit a mai napon. Nemrég ért véget az EU-s kormányülés, múlt héten pedig volt rendes kormányülés is, úgyhogy van miről beszélnünk. Arra kérem Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy szokás szerint tartsa meg az erről szóló beszámolóját, aztán állunk rendelkezésre a kérdésekkel. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban ma Európai Uniós kormányülés volt. Tegnap volt az általános ügyek tanácsán Sargentini jelentés ügyében az első meghallgatás, ma pedig uniós állam és kormányfői csúcs veszi kezdetét, ezért valamennyi aktuális ügyet a kormány áttekintett. Ez a Sargentini jelentés kapcsán továbbra is az első egyeztetés követően azt tudtuk megállapítani, hogy Magyarországgal szemben egy jogi köntösbe öltöztetett, de valójában a migráción alapuló különvélemények miatt előállt boszorkányüldözés zajlik, hiszen valójában a Sargentini jelentés nem üti meg azt a színvonalat, hogy az általános ügyek tanácsának foglalkozni kellene vele. Szintén Trócsányi miniszter úr tájékoztatta a sajtót arról, hogy miután Magyarország az elfogadás sem tartja jogszabályoknak megfelelőnek, az Európai Uniós Közösségi Jognak megfelelőnek, ezért az Európai Unió bíróságához fordultunk. Ennek ellenére természetesen mi mindig minden dialógusra nyitottak voltunk, és szívesen adunk tájékoztatást a magyar kormányzás elmúlt években bekövetkezett eredményeiről az Európai Unióban is, az általános ügyek tanácsában is, tehát a magyar kormány, és személyesen én is állok rendelkezésre, tehát az általános ügyek tanácsán Sargentini jelentés ügyben engem ért az a megtiszteltetés, hogy rendszeresen vegyek részt. Továbbra is az a kormány változatlan véleménye, hogy miután a Sargentini jelentésben szereplő jogi vádak nem létezőek, a bizottsággal lezárt ügyeket elevenítenek föl, ezért valójában egyetlen egy olyan terület van, ahol tényleg érdemi véleménykülönbség maradt fenn, ez pedig a bevándorlás kérdése. A bevándorláspárti kormányok támadják Magyarországot az Európai Unió keretein belül is, és az a javaslat, amely most is az Európai Uniós csúcson a napirenden szerepel, a határvédelem kérdése és ebben a Frontex szerepe is egy újabb kísérlet arra, hogy hogyan lehet Európai Egyesült Államokat teremteni európai közösség helyett, az európai államok együttműködése helyett. Az a magyar kormány határozott véleménye, és a miniszterelnök a csúcson is ezt fogja képviselni, hogy a határvédelem az nemzeti és európai uniós kötelezettség is. Ez azt jelenti, hogy nem csupán nemzeti jogszabályunk alapján kell a külső határokat védeni, hanem a Schengeni Egyezmény is erre kötelezi a részes államokat, tehát ez egy uniós kötelezettség is, de ez nem változtat azon, hogy Magyarországnak, illetve a többi határőrizetet ellátó országnak kell eleget tennie e kötelezettségnek, nem pedig valamilyen európai uniós szuperhatalomnak. Hozzáteszem, nincs is olyan előterjesztés az asztalon, ami e tekintetben komolyan vehető lenne, mert a Frontex 10-11 ezer főre növelése az nyilvánvalóan nem elegendő ahhoz, hogy ilyen feladatokat a határvédelemre szakosodott szervezet valóban a gyakorlatban hatékonyan tudjon ellátni, hiszen a magyar határnak a 181 néhány kilométeres déli szakaszát ennyien védték 2015 őszén, tehát könnyű belátni, hogy még ha megtízszerezné a Frontex a jelenlegi létszámát, akkor sem lenne alkalmas arra, hogy az Európai Uniós határvédelmet ellássa. Tehát szuverenitási kérdés, a határvédelem kérdése, Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy ezt továbbra is mi lássuk el. Úgy gondoljuk, hogy ez a garancia arra, hogy hatékonyan lehessen a határvédelmet ellátni, és szívesen együttműködünk az Európai Unióban más tagállamokkal abban, hogy ha valaki e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor annak valóban legyen következménye, akár a schengeni tagság felfüggesztése, akár pedig, ha valaki hozzájárul ehhez a saját szuverenitását korlátozva, akkor segítsünk azoknak, hogy képtelenek saját határaik megvédésére. De Magyarország nem tartozik ebbe a körbe, hiszen az elmúlt években mi jó példát mutattunk a határvédelemre.
Azt, hogy a bevándorlás miatt támadják Magyarországot, azt a nyilvánosságban is egyértelművé fogjuk tenni az általános ügyek tanácsán is, és mint az elmúlt napokban találkozhattak vele, kampányeszközöket is alkalmazunk annak érdekében, hogy mind Magyarországon, mind Európában egyértelmű legyen, hogy mi a magyar kormány álláspontja a bevándorlás ügyben, és hogy az ezzel ellentétes álláspontok, létező európai álláspontok lehet hozzá demokratikus legitimációt is szerezni, de amíg Magyarországon ilyen demokratikus legitimáció nem áll a bevándorláspárti álláspont mögött, addig mi ezt nem fogjuk semmilyen körülmények között sem elfogadni. A Brexit ugye lesz még az Európai Uniós csúcs találkozón, ami a következő hónapok európai politikáját a bevándorlás mellett meg fogja határozni. Mi továbbra is egy korrekt, fair megállapodásban vagyunk érdekeltek, abban, hogy a brit távozás úgy történjen meg, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatok az Európai Unió és Nagy-Britannia között fennmaradjanak. Az a célunk, hogy Magyarországnak is, Nagy-Britanniával, illetve az Egyesült Királysággal a lehető legszorosabb kapcsolatai maradjanak fenn a Brexitet követően. A magyar munkavállalók érdekeit természetesen a kormány képviselni fogja, és e tekintetben arról is be tudok számolni önöknek, hogy múlt héten Londonban a brit belügyminiszterrel való találkozón, a belügyminiszter úr is megerősítette azt, hogy még egy megegyezés elmaradása esetén előállt helyzetben is a brit kormány szavatolja a magyar állampolgárok további szabad munkavállalását Nagy-Britanniában, tehát akik már most ott dolgoznak, azoknak akkor sem kell félniük, hogyha esetleg nem jönne létre megállapodás Nagy-Britanniával, ebben az esetben is az ő munkavállaláshoz fűződő joguk a továbbiakban is garantált. Szintén született egy fontos döntés a Magyarország gyűlésben, amelyet a kormány támogatott, ez pedig a lakáskassa rendszernek a megszüntetése, tehát mint azt mindenki láthatta, és tegnap erről részben egy sajtótájékoztatón is már Kocsis Máté frakcióvezető úrral együtt beszámoltunk. Az országgyűlés a kormány támogatásával egyébként hozta meg azt a döntést, hogy módosítja a lakáskasszára vonatkozó törvényi szabályozást, és a jövőben az állami támogatásra fordított forrásokat, azokat szintén lakástámogatásra, de a csók keretén belül fogja felhasználni. Az a véleményünk a lakáskasszáról, hogy az sokkal inkább volt kassa, mint lakás. Ha megnézzük, akkor a csók program keretében 3 év alatt sokkal több lakás épült, sokkal több új ház épült, mint amennyi 10 év alatt a lakáskasszával. Az ezzel kapcsolatos vitáknál tájékozódási pontként mindenféleképpen érdemes azt figyelembe venni, hogy mintegy 80-90 milliárd forintos jelentős extra profitra tettek szert a bankok a lakáskassa programon, hiszen az állami támogatás volt gyakorlatilag a haszna azoknak, akik lakáskassa szerződést kötöttek, hogyha az állami támogatást nem vesszük figyelembe, akkor negatív hozamokról beszélünk, noha egyébként több mint 400 milliárd forint volt a bankoknál. Nyilvánvaló jól látható ebből, hogy milyen hihetetlen nyerességet jelentett ez a bankok számára. Természetesen azt tudjuk, hogy a magyar ellenzék balliberális része azonnal felugrik és tiltakozik, hogyha a bankokat bármilyen sérelem éri, hiszen valakit mégiscsak képviselni kell, és kellő társadalmi támogatottság hiányában az ellenzéki pártok a bankok képviseletét is ellátják az országgyűlésben, de mi úgy gondoljuk, hogy ez szükségtelen, indokolatlan, és a magyar kormány még az idei évben fog dönteni a CSOK programnak a kiszélesítéséről, és meggyőződésünk, hogy a gyakorlat a jövőre nézve is igazolni fogja azt, hogy az a 70 milliárd forint, amelyet a kormány egy évben a lakáskasszára költött, az jobban hasznosul akkor, hogyha a CSOK keretében költjük ezt a pénzt el. Tehát a költségvetésnek ebből bevétel nem származik, azt, amit megspórolunk, azt a CSOK keretében fogjuk felhasználni. Szintén döntött a kormány a Magyar Falu Program koncepciójáról. Itt
azt kell látni, hogy az alapelveket már korábban elfogadtuk, most egy koncepciót is elfogadtunk, és még az idei évben további fontos döntések születnek majd meg. A Magyar Falu Program továbbra is az 5000 fő alatti településekre vonatkozik, ezek közül is a program jelentős része azokra a településekre, amelyeknek a lélekszáma a magyar országi lélekszámnál nagyobb arányban csökkent az elmúlt években. Összesen Magyarországon 3155 település van, ebből több mint 2800 település tartozik ebbe a körbe, és egyébként itt él a magyar társadalom mintegy egyharmada, több mint 3 millió ember. A koncepció célja az az, hogy az 5000 főnél kisebb települések népesség megtartó, és adott esetben népesség növelő erejét is növelni tudjuk. Ezért dolgoztuk ki a programot, aminek 4 program eleme van. Az első az a lakhatás, erre körülbelül 30 milliárd forintot fogunk szánni. Itt a részletek bejelentésére a CSOK program kiszélesítésével egyidejűleg fog sor kerülni. A tervünk az az, hogy egy falusi CSOK is jöjjön létre, de miután a CSOK program kiszélesítéséről is a következő hetekben, mindenképpen az idei évben a kormány még döntést fog hozni, és hogyha ez jogalkotási feladatot is igényel, akkor az országgyűlés idén még az ezzel kapcsolatos jogszabályi módosításokat el fogja fogadni. Ezért ezt majd teljes egészében a CSOK kiszélesítésével egyidejűleg fogjuk ismerni. A nyilvánossággal. Szeretnénk a tájegységi örökség megőrzését is támogatni, tehát hogyha valaki azt vállalja, hogy az adott tájegységnek megfelelő házat épít, annak megfelelően újítja fel az otthonát, akkor ebben az esetben azt szeretnénk, hogyha erre plusz támogatás is jutna. És szintén fontos, hogy a tartósan betöltetlen közszolgáltatások esetén a házi orvosoknak, fogorvosoknak, gyermekorvosoknak, védőnőknek olyan lakást tudjunk biztosítani, amely önmagában is vonzerő lehet a kisebb településeken való munkavállalásra. Szintén a program része, mondhatnám, második oszlopa a közszolgáltatások kérdése. 58 milliárd forintot fogunk a jövő évben a program keretében közszolgáltatásra fordítani. Ez nagy rész pályázati rendszerben történik majd meg. Bölcsődei férőhelybővítést, fejlesztést és felújítást jelent. Óvodai férőhelybővítést, fejlesztést és felújítást jelent. Különösen a betöltetlen házi orvosi praxisok esetében orvosi eszközök kialakítását, felújítását, orvostechnikai eszközöknek a beszerzését jelenti. Azt szeretnénk, hogyha a járdafelújítás ügyében is előre léphetnénk, nagyon sok kis településnek az egyik legkomolyabb gondja az, hogy miként tudja a járdát felújítani. Itt anyagköltségre szeretnénk majd pályázatot kiírni. 5000 fő alatti településeken szeretnénk A-típusú, ez gyakorlatilag 40 négyzetméteres sportparkokat létrehozni, és a temetők rendben tartására is egy külön pályázati alapot fogunk megnyitni. Ezen kívül a falu gondnoki ellátást is szeretnénk azzal segíteni, hogy kisbuszok, 9 ülőhelyes kisbuszok megvásárlására egy központi pályázati alapból legyen lehetőség. A munkába járás, mellékúthálózatok kérdése az, amiről már korábban döntött a kormány, ezért jött létre egy falusi útalap is. Ugye az E-matrica bevételből származó, az E-matrica plusz bevételeket gyakorlatilag ebbe az útalapba kell majd átutalni. Ez azt jelenti, hogy a számításaink szerint a jövő évben a 10 napos matrica áremeléséből, illetve az E-matrica, tehát a fuvarozók által fizetendő díjak emelkedéséből mintegy 40 milliárd forint ebbe az alapba kerülhet, és a kormány is 50 milliárd forintot szán erre. Tehát a jövő évben, miután a jövő év ugye az alap megkezdi a működését, a jövő évben az 50 milliárd forint már rendelkezésre áll, az ezt követő években pedig 90 milliárd forint körüli összeg a legalacsonyabb szintű úthálózat felújítására, rekonstrukciójára a Magyar Falu Program keretében rendelkezésre fog állni. Szintén a helyi azonosság, tudat, identitás megerősítése érdekében közösségi terek létrejöttét is támogatja a kormány. Erre 12 milliárd forintot szánunk. Ez
rendezvényeket, gyermekprogramokat is jelent, de a legfontosabb, hogy sőt, akár még táborok támogatását is, de a legfontosabb, hogy közösségi hely, kultúrház, közösségi tér, könyvtár minden településen mindenki számára elérhető legyen. A lakhatás szabályok tekintetében pedig említettem már, hogy a kormány még a CSOK egészéről fog dönteni, és ez fogja a falusi CSOK programot is érinteni. Ezen kívül megjelenik a mai napon, ha minden igaz, de a héten egész biztosan, a fővárosi fejlesztési tanácsról szóló kormányrendelet. Csak röviden szeretném a kérdést érinteni, hiszen főpolgármester úr és miniszterelnök úr közösen a múlt heti sajtótájékoztatójukon ennek a tanácsnak a létrejöttéről már beszámolt a sajtó képviselőinek. Főpolgármester úr fontos feltétele, elvárása volt többek között és mások mellett ahhoz, hogy ismételten vállalja a főpolgármester jelöltséget, hogy jöjjön létre egy olyan fórum, ahol a fővárosnak, a fővárosi önkormányzatnak teljes körű rálátása van azokra a fejlesztésekre is, amelyeket a fővárosban az állam, tehát a központi kormányzat valósít meg. Éppen ezért hozzuk létre úgy a fővárosi fejlesztési tanácsot, a korábbi jó emlékű közmunkatanácshoz hasonlóan, hogy 10 tagból fog állni, ebből 5-öt a kormány, 5-öt pedig a fővárosi önkormányzat fog delegálni, és az elnöke a fővárosi fejlesztési tanácsnak a miniszterelnök, társelnöke pedig a budapesti főpolgármester lesz. Azt reméljük, hogy valóban ennek a tanácsnak a működése, ami a tervek szerint 2 havonta fog ülésezni, lehetőséget ad arra, hogy egységes fejlesztési koncepció érvényesüljön, és miután az államnak, a központi kormányzatnak mindig több fejlesztési forrása volt, mint amennyi bármely önkormányzatnak, beleértve a fővárosi önkormányzatot is fejlesztési rendelkezésre állt, ezért e tekintetben a kormány megoszt hatásköröket, és széleskörű beleszólást biztosít a fővárosi önkormányzat számára azon budapesti fejlesztések tekintetében is, amelyeket egyébként az állam valósít meg. A hajléktalan ügyben a kormány csupán áttekintette az alaptörvény módosítás hatályba lépését követően előállt helyzetet, és azt tapasztaltuk, hogy a rendőrség és a különböző a hajléktalanok ellátását szolgáló nappali és éjjeli menegedő helyek megfelelően biztosítják a hajléktalanok számára az ellátást. Továbbra is azt látjuk, hogy több hely áll rendelkezésre, mint amennyi hajléktalan van, legalábbis vannak szabad helyek, hiszen pontos szám, kétségkívül ma pontos száma a hajléktalanoknak Magyarországon sem ismert, de azt látjuk, hogy a férőhelyeket, szabad férőhelyeket biztosítani és fenntartani képesek az önkormányzatok, illetve a kormány. Budapesten és az ország nagyvárosaiban is a kormány célja az, hogy rend és tisztaság legyen, és úgy gondoljuk, hogy egyébként az emberi méltóság szempontjából közelítünk, akkor sem érdeke és nem joga senkinek az, hogy életvitelszerűen a közterületen tartózkodjon. A fővárosi fejlesztésekhez tartozik még egy témakör, ez pedig a fővárosi utak aszfaltozása. A külső kerületekben azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok helyen még mindig nincsenek leaszfaltozva az utak. Ennek megfelelően hozott a kormány még a választásokat megelőzően döntést, hogy már ebben az évben 10 milliárdot, és a következő években is legalább ilyen forrás bocsájt a fővárosi utak felújítására. Összességében 100 milliárd forintból lehetne valamennyi fővárosi utat leaszfaltozni, és az a tervünk és célunk, hogy erre ebben a kormányzati ciklusban teljes egészében kerülhessen sor. Most a koncepció elfogadása után írták ki ezeknek az utaknak a felújítására vonatkozó pályázatokat, úgyhogy a következő hetekben az egyes önkormányzatok dönteni fognak azokról a területekről, amelyeknek az aszfaltozása már most az idei évben megkezdődhet. Köszönöm szépen, ezeket szerettem volna röviden elmondani.